Jó hangulatban zajlott a főző és házi süteményverseny. A résztvevők között találhattuk a lesi csapatot is. Szarvaspörköltel készülünk. Hát, ha sikerül, akkor csusza is lesz hozzá, rendes házi csuszánk. Grillezéshez viszont egy ilyen vegetariánus ételt fogunk készíteni, amiben lesz cukkini, uborka és különféle zöldségek ázsiai ízekkel. A többi csapatnál is nagy volt a sürgésforgás, mindenki igyekezett a lehető legfinomabb ételeket elkészíteni. Mi úgy készültünk, hogy sütünk is, és főzünk is erre az akcióra. Készültünk hagyományos étellel, méghozzá paprikás krumplit fogunk csinálni házi kalbásszal, és süteményként pedig nem mint édes süteményt, hanem mint kenyérlángost a nagymama receptje alapján csináltuk. A süteményeket a versenyszabályzat értelmében otthon kellett elkészíteni. A balázsfai kucma nemese különleges süteménnyel érkezett a rendezvényre. Az pikós piskóta a tészta, és darás krém van benne, friss gyümölcsel. A nagymamámtól tanultam, meg tőle is örököltem azt, hogy így szeretek sütiket sütni, mivel lagzikba is sütött, meg bálokba, és egy éve kezdtem el így komolyabban sütni. Benke László, mindenki Laci bácsi, a többszörös világbajnok mesterszakács és mestercukrász. A sikabonyi rendezvény kapcsán elmondta, hogy szerintem milyen a jó pörkölt. Szépen legyen összevágva, ne legyen benne egy marék kömény, nem kívánatos fűszer, tele csontszilánka, esztétikus, ízletes, szép legyen. Ha egy nemzetközi versenyre megyek vagy készítek, egy pörkölthöz 3-4 fajta köretet adok, mert önnek másképpen ízlik egy pörkölt krumplival, kapros túrógombóccal, galuskával, tésztával vagy egyébbel, mint ha adok egy mászkos nokedlit, vagy rizst, vagy egyebet. Nagyon sokat változott a mai magyar konyha. Divatos ételeket készítünk, de oda kell figyelni, hogy a család apraja, nagyja, mindenki tudjon belőle fogyasztani. Nem azt mondom, hogy egy pörkölt egy mászkos nokedlival legyen. Nem azt mondom, hogy a nokedlira tegyük rá a pörköltet, és olyan legyen, mint egy macskatáp, hanem olyan legyen, hogy ez szépen esztétikusan legyen megtálalva, mert ahogy tálal egy séf, önmaga méltóságát adja, és a vendéget így fogadja, hogy hogyan tálalja meg azt az ételt. Figyelembe veszem ezt a modern táplálkozási dolgokat, hogy több zöldséget fogyasszunk, nem olajjal főzünk, hanem vajjal főzünk, vagy kókuszsírral főzünk. Odafigyelünk arra, hogy soványabb húsokat használunk, egy pulykát történetesen, egy csirke mellett és egyebet, nem a fagylús, mócsingos dolgot, de egy jó birka pörköltél jobb azért nincsen. A sikabonyi főzőversenyen 18 csapat vett részt. A zsűri 6 kategóriában összesen 15 díjat ítélt oda a legjobbaknak, akik oklevelet, kupát és a rendezvény támogatói által felajánlott ajándékokat vehették át.